A közép-európai országok ragaszkodnak az Európai Unió eredeti céljaihoz, a békéhez és a jóléthez. Brüsszel azonban más irányba viszi a közösséget. Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth rádióban arról beszélt, hogy az uniónak a békét kell szolgálnia, azonban egy háborúpárti intézményrendszerré vált. Az elért jólét megőrzése helyett pedig a háború és a brüsszeli szankciók tönkreteszik az európai gazdaságot. A kormányfő azt mondta, hogy az egész Európai Unió létezése értelme megkérdőjeleződik az emberek szemében. Stefán Zoltánnak érkezett vendége. Köszönöm szépen, Áron, jó reggelt kívánok a nézőknek, és jó reggelt kívánok mai első vendégemnek, a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány vezető külpolitikai elemzőjének, Halkó Petrának. Jó reggelt kívánok! Kezdjük kérem akkor az Európai Unióval, illetve hát annak alapvetéseivel. A második világháború után Európa vezető politikusai elkezdték az együttműködést azért, hogy a két világégéshez hasonló ne jöhessen létre többet a kontinensen. Több évtizeden keresztül dolgoztak tudósok, politikusok azon, hogy működjenek előbb az európai gazdasági közösség, majd a szén és acél közösség, amelyekből aztán létrejött az Európai Unió. Az alap fundamentumai az gyakorlatilag a béke, a stabilitás és a szabad kereskedelem volt. Ha rangsort kellett állítani, ezek mindig az első helyen szerepeltek. Hogyha most megnézik az Európai Uniót és a brüsszeli vezetésnek a megnyilvánulásait, akkor mik szerepelnek az első helyeken? Sajnálatos módon azt mondhatjuk, hogy másokkal inkább más sorrendet állítottak fel a mostani Európai Uniós vezetők, mint a korábbi alapító atyák. Az Európai Unió megelőző intézményeiben az Európai Szén- és Acélközösség, illetve az Európai Gazdasági Közösség is elsősorban egy gazdasági együttműködésről szólt. Ugye ez a közel 30-20-30 év alatt, amíg építgették, elsősorban gazdasági fókusszal rendelkeztek azok a kooperációk, együttműködések, amelyek kapcsán egyre bővülő közösségé vált ez az Európai Uniós közösség 1993-ra, de nem szabad elfelejtenünk azt sem a történelmi kontextust is figyelembe véve, hogy ezért az Európai Unió közösségének az alapvető célja volt az is, hogy egyfelől Európán belül biztosítsa a békét és véget vessen a rendszeres, hát mondjuk úgy surlódásnak Németország, illetve Franciaország között, valamint visszaadja Európának a nemzetközi porondon is a releváns és jelentős szerepét az erősödő Amerikai Egyesült Államokkal, illetve az akkori Szovjetunióval szemben is. Ma azt látjuk, hogy ezeket az alapvető szemléletmódokat, alapelveket, értékeket adják fel az Európai Uniós vezetők, amikor egyértelműen olyan intézkedéseket, döntéseket hoznak meg, amelyek hátrányba hozzák mind gazdasági, mind politikai értelemben az Európai Unió közösségét. Egy-egy közösség az lehet érdek vagy érték, vagy éppen mindkét alapú, érdek és érték alapú, hogyha a mostani Európai Uniót vizsgálja egy elemző, akkor milyen érdekeket lát? A tagállami érdekek határozzák meg a főbb irányvonalat, és milyen értékek alapján hoznak döntéseket? Alapvetően érdemes onnan kiindulni, hogy ugye egy európai egységről is beszélünk, amikor az Európai Unió történetét akarjuk megvizsgálni. Ennek a felállítására is volt egy egyértelmű törekvés az Európai Uniós vezetők részéről. Ma pedig sokkal inkább azt látjuk, hogy nem egység, hanem töredezettségekről beszélhetünk az Európai Unión belül. Egyfelől horizontális szinten is láthatjuk azt, hogy az Európai Uniós tagállamok között különféle vízválasztó kérdések kapcsán van egyfajta töredezettség. De amit talán még ennél is súlyosabb, hogy vertikálisan is láthatunk egy ilyen töredezettséget, ez pedig abból adódik, hogy az Európai Uniós vezetőknek a döntései, meglátásai teljes mértékben elszakadtak az Európai Uniós polgároknak az elvárásaitól. Tehát nincs összhangban az, hogy mit gondolnak az Európai Uniós polgárok, és hogy mi szerint cselekednek az Európai Uniós vezetők. És ebből adódnak azok a problémák, hogy nem az Európai Uniós polgároknak az érdekeit, igényeit helyezik előtérbe az Európai Uniós vezetők, hanem sokkal inkább azt tapasztaljuk, és erre nagyon jól rávilágítnak azok a közelmúltban előbukkanó korrupciós botrányok is, hogy nem az Európai Uniós érdekeket, hanem külső más országoknak adott esetben az érdekeit helyezik előtérbe, vagy most a háborús konfliktusban is megmutatkozik az, hogy melyek azok a nagyhatalmak, azok a nagyhatalmi érdekek, amelyek abban érdekeltek, hogy ez a háború adott esetben eszkalálódjon, vagy minél hosszabb ideig elhúzódjon, és az Amerikai Egyesült Államoknak is milyen hatással tud, és milyen eredménnyel tud hatást gyakorolni az Európai Uniós vezetőkre.
Háborús konfliktussal kapcsolatban a közelmúltban most már sok elemző arról beszél, hogy egy új világrend van kialakulóban, véget ér az Egyesült Államoknak az a hegemon szerepe, amit az elmúlt évtizedekben lehetett tapasztalni, és egy új többpólusú világrendszer jön majd létre. Volt, aki azt mondta, hogy egy új vasfüggöny blokkosodásnak lehetünk a szemtanúja, ahol muszáj majd valamiféle oldalakat választani, miközben Európa az elmúlt években kereskedett nyugattal, kelettel, gyakorlatilag mindenkivel, Németország a gazdasági alapvetéseit ezt az olcsó orosz energiára alapozta hosszú éveken keresztül. Közép- és Kelet-Európának, benne Magyarországnak milyen pozíciót lehet elfoglalnia egy ilyen új világrendben, ennek a kialakításában? Most nagyon nagy hangsúly lesz azon, hogy a különféle nemzetállamok hogyan viszonyulnak ez a háborús konfliktushoz, illetve ennek az új világrendnek a megalakulásához. Tehát itt most beszélhetünk egy nagyon veszélyes, de egy olyan értelemben átmeneti időszakról, ahol a különféle nemzetállamok megtalálhatják azokat a kulcskompetenciákat és meglátásokat, amelyekkel nem csak ki tudnak lábalni a válságból, de résztvevői lehetnek ennek az új világrendnek a megalakításának, tehát nem csak sodródhatnak az eseményekkel. Most ez a legfőbb fókusza több kelet-közép-európai országnak is, amely egyébként geopolitikai értelemben is egy jelentős térségnek számít, pontosan abból adódóan, amit említésre is került, hogy Európa leválasztásra kerüljön az olcsó és hát gazdag nyersanyagforrásokkal, energiaforrásokkal rendelkező orosz gazdaságról, de nem szabad engedni azt, hogy egy másfajta függőség alakuljon ki, sem tagállami, európai uniós tagállami szinten, sem pedig az Európai Unió egészére nézve, adott esetben egy nyugati irányba, mert azok az országok fognak tudni érvényesülni ebben az új világrendben, vagy adott esetben közösségek, amelyeknek megvan az önálló, stabil gazdasági felhajtó erejük ahhoz, hogy biztosítani tudják a nemzeti szuverenitásukat, mind gazdasági, mind politikai értelemben, és rendelkeznek kellő diverzivitással a gazdasági kapcsolataikat illetően. Kérem, beszéljünk arról, hogy elfogadta az országgyűlés a békepárti határozatot. A Párbeszéd és a Momentum nemmel szavazott, a legtöbb DK-s képviselő, MSZP-s és Jobbikos nem volt benn, vagy hát nem szavazott ennél a határozatnál. Mi ennek a határozatnak a jelentősége? Hol lehet igazából szerepe? Külpolitikában, belpolitikában? Mind a két értelemben van szerepe, mind belpolitikai, mind külpolitikai értelemben, és ahogy említettem is, azért van jelentősége mindennek, mert most nagyon-nagyon vékony jégen táncol az egész világ tulajdonképpen olyan értelemben, hogy adott esetben egy harmadik világháborúnak is a részeseivé váljanak a különféle országok, azok, akik nem is voltak részesei ennek a konfliktusnak alapvetően, és ilyen értelemben megkerülhetetlenek a nemzetállamok, illetve nemzetállamoknak a politikai vezetőségei, hogy milyen állást foglalnak el ennek a konfliktusnak a viszonyrendszerében. Ráadásul úgy, hogy azok a szervezetek vagy közösségek, mint például az Európai Unió, a NATO vagy az ENSZ, sokkal inkább azt tapasztaljuk, hogy egy olyan magatartásmódot vett fel, amelyben afelé tendálnak, hogy másodrendű rendű tagokat határoznak meg, illetve vannak egyenlőbbek az egyenlőknél, és ez a fajta magatartás, illetve hozzáállás vezet ahhoz, hogy az egység megtöredezik, és a célok is tulajdonképpen elhalványulnak, elhomályosodnak, és nem fogják tudni biztosítani azt, amely célból eredetileg létrejöttek ezek a szervezetek, legalábbis többségük, hogy stabilitást, békét hozzanak el a világon. Egy új világháború lehetőségének a veszélyeiről beszélt a kormányfő a rádióban, amivel kapcsolatban a Párbeszédes Tordai Bence azt mondta, hogy a kormányfő riogatja a magyar embereket, az atomfegyverek bevetésével is csak pánikot szeretne kelteni, miközben Tordai Bence azt mondja, hogy a Párbeszéd az egy pacifista párt, hiszen a zöld mozgalmak a békemozgalmakból indultak ki, és hogy ők az igazi békepártiságot hangsúlyozó egyik olyan formáció. Na most Tordai Bence a közelmúltban többször is hangsúlyozta azt, hogy a fegyverszállításokat kellene tenni, a direkt fegyverszállításokra van szükség. Ez a kettő, ez nem üti egymást? Egyértelműen ellentmondásban áll a két megállapítás, de pontosan ezért van jelentősége egy nemzeti szintű határozatnak, amikor azt látjuk, hogy sajátos módon belpolitikai szintéren is vannak olyan szereplők, akik nagyon könnyedén tudnák ahhoz vezetni a folyamatokat, hogy Magyarország belesodródjon ebbe a háborúba. Pontosan ezért van jelentősége annak, hogy milyen állást foglal el Magyarországnak a megválasztott, demokratikus úton megválasztott politikai vezetősége. Halkó Petrának köszönöm szépen, hogy itt volt és mindenről beszélhettünk. Köszönöm szépen.